Várkonyi Andrea számára nem volt könnyű a 2018-as év, elhunyt tanővére, és szakított gyermeke apjával, Bokkor Gáborral. Andrea nem fél a közeledő ünnepektől, sokkal boldogabban és kiegyensúlyozottabban élnek, mint a különválást megelőzően. Lánya, Nóri is hozzászokott a kialakult helyzethez, élvezi, hogy saját maga alakíthatta ki az új házukban a kis kuckóját. Andi és Nóri barátaikkal is sokat találkoznak, élvezik a hétköznapokat. Andi mesélt a Story magazinnak Bokkor Gáborhoz fűződő viszonyáról is. Elmondta, csak akkor találkoznak, amikor Gábor közös gyermekükért, Nóriért jön hozzá. Tudja Andi, hogy elválásuk végleges, nem lehet visszacsinálni. Azt is elmondta, hogy gondolt volt férjére, Gáborra. Kitörölhetetlen ember lesz az életemből, igazi szerelem, amit éveken át éreztem iránta. Sok szép és sok nehéz időszakunk volt. Hosszú távon azt szeretném, hogy csak a szépek maradjanak meg az emlékezetemben. Találja meg a boldogságát úgy, hogy őszinte emberek és emberi kapcsolatok vegyék körül. Kívánom neki, hogy lejjen rá a magánéletében azokra az emberekre, akik érdek nélkül vannak vele, mondta Andi. Andi őszintén elmondja, hogy rengeteg energiát fektetett kapcsolatukba, de elfáradt az évek során, de a műsorvezetőnő elhatározta, hogy a 2019 az építezések éve lesz számára.